Életveszélyes állapotban szállították kórházba Robert Fico szlovák miniszterelnököt, akit többször is meglőttek a szlovákiai Nyitra bányán a kihelyezett kormányülés után. Sajtóhírek szerint a szlovák kormányfőt a mellkasán, valamint a gyomrán érték a lövések, a Besterce bányai kórházban ápolják, állapotával kapcsolatban teljes hírzárlat van. A támadó a helyi sajtó jelentései szerint egy 71 éves biztonsági őrként dolgozó, baloldali beállítottságú író lehet, akit a lövések után azonnal letepertek a biztonságiak. Megrázó felvételek következnek. A lövés utáni pillanatok láthatók ezen az amatőr videón. Szemtanúk vették fel, ahogy a biztonságiak kézben vitték el a támadás helyszínéről a meglőtt Robert Ficót. A sérült szlovák miniszterelnököt pillanatok alatt autóba tették és elszállították. A rendőrök közben már a támadó hátára térdeltek, úgy bilincselték meg a férfit. A felvételen kiabálás és fütyülés is hallatszik. A környéken hatalmas volt a pánik, a biztonsági emberek és a hatóságok is igyekeztek minél gyorsabban evakuálni a környéket. Robert Ficót a szlovák kormány nyitrabányai kihelyezett ülése után lőtték meg, amikor a helyi kultúrház előtt az emberek közé ment. Sajtóhírek szerint ekkor valaki azt kiabálta, hogy menjen oda. A kormány fő éppen kezet fogott volna valakivel, akkor sült el a támadó fegyvere. A helyiek szerint 3 vagy 4 lövést lehetett hallani. A szemtanúk látták azt is, amint Robert Fico a földre esik, majd azonnal autóba teszik és elviszik. Kezet akartunk fogni Fico úrral, éppen fotóztam őt, amikor kilépett az épületből. Sokáig vártunk, izgatottak voltunk, csak kezet akartunk fogni vele, és ebben a pillanatban valami petárdaszerű hangot hallottunk. Azt hittük, valaki viccelt és petárdát dobott a földre. Ez volt az első reakcióm, mondta egy nő. Ezek a felvételek akkor készültek, amikor Robert Ficót hordágyon betolták a kórházba. A szlovák miniszterelnök állapota súlyos, meg kellett műteni. A kormány Robert Fico hivatalos Facebook oldalán közölte, a miniszterelnök életveszélyben van, helikopterrel szállították a Besterce bányai kórházba, mert túl sokáig tartott volna őt Pozsonyba szállítani. A következő néhány óra sorsdöntő, tették hozzá. Az M1-nek nyilatkozó fegyverszakértő szerint Szlovákiában gyakori a fegyvertartás. 100 emberből 80-nak van valamilyen fegyvere. Az incidens pedig azért történhetett meg, mert a miniszterelnök váratlanul ment oda az emberekhez. Felvételek alapján úgy tűnik, hogy egy maroklő fegyverrel követte el a merénylő a gyilkossági kísérletet gyakorlatilag. A felvételekben az is jól látható, hogy úgy tűnik, hogy lövedékálló mellé nem viselt a védett személy, tehát ezért ez a lövés, ez a 3-4 lövés, akár lehetett volna a halálos lövés is. Úgyhogy mint a Szlovákiában nagyon egyszerű fegyverhez jutni, hiszen a lakosság arány számában igen magas a fegyvertartók száma, tehát 100 emberből 70-re, 80-ra jut fegyver, ezért gyakorlatilag egy engedéllyel tartott fegyverrel kvázi bárki bárhova be tud sétálni. A feltételezett elkövetőt őrizetbe vették, indítékát még nem tudni, kihallgatása jelenleg is tart. Sajtóhírek szerint egy 71 éves lévai íróról van szó, aki rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. A helyieket sokkolták a történtek, és a politikusok is sorra fejezik ki megdöbbenésüket a közösségi oldalaikon. Zuzana Csaputova államfő elítélte a miniszterelnök elleni brutális és vakmerő támadást. Sokkolva vagyok, Robert Ficónak sok erőt kívánok ebben a kritikus pillanatban, hogy felépüljön a támadásból, írta az államfő. Az erőszakot nem lehet tolerálni, kommentálta Petr Fiala cseh miniszterelnök a szlovák kormányfő elleni merényletet.